אנחנו לומדים מכתבי רבש כרך א', בעמוד רבש אשר כתתיבל רבשונק, תקציב, hogy a barátok gyülekezetének a rendje. Mondják, hogy meddig oldalom. A barátok gyülekezeti kérdezettünk kérdéseket kapni, hogy keresztül kiválasztott kérdéseket meghallgatunk a lecke során. A gyülekezet napi rendje. Rav. Minden egyes alkalommal újra és újra fel kell újítsuk ezt az egész dolgot. Barátok gyülekezete, csoport gyülekezete, tízes gyülekezete, az egész világcsoportnak a gyülekezete, mivel ez az, ahogy mi aktuálisan építjük a feltételeket arra, hogy a felső fény beöltözön a közöttünk levő viszonyokban, nem akkor a mértékben mi létrehozunk ezt a kapcsolatot egymás között. Amikor a kapcsolat közöttünk azonos formazonosságot ér el, és akkor képes belénk költözni, és akkor ez képes kifejlődni. Ez az istenség felfedése. Ezért van az, hogy szeress fele barátodat, mint saját magadat. Ez a Tóra alapszabálya. Tehát a szeretet alapján, a kölcsönös kapcsolat alapján, a többiek tekében való cselekedeten keresztül, tehát a Tóra, azaz a kapcsolat módszere, hogy hogyan fedjük föl az istenséget, ez hogyan működik. Mivel mi állandóan változunk, és állandóan egy új képességet, lehetőséget kapunk, hogy lássunk, hogy már megértsük a kabbalisták írásaiból. Tehát újra és újra nekünk meg kell ismételnünk a forrásokat, vissza kell térünk a forrásokat, hogy képesek legyünk látni bennük mindegyes alkalommal újra és újra, hogy megerősítsük ezt a kapcsolatot egymás között, és akkor ezen keresztül okozzuk, hogy egyre nagyobb mértékben felfedjük a Teremtőt, és egyre közelebb kerülünk a Teremtőhöz. A gyülekezet napirendje. A gyülekezet kezdetén egy napirendet kell felállítani. Mindenkinek beszélnie kell a közösség fontosságáról, amikor a mértékben csak lehetséges. Leírva a profitot, azt a nyerességet, amit a közösségtől kaphat. És a legfontosabb dolog, amiért reményked, hogy mit adjon neki a közösség, amit egyébként egyedül nem érhet el, és hogy mennyire értékeli ezt a közösséget, nagyon értékeli a közösséget ennek a profitnak az alapján. Ez az, ahogy ezt a bölcseink mondták, hogy a személynek állandóan áldania kell a Teremtőt, és utána imádkoznia. Honnan tudjuk mindezt? Mózestől. Mivel írva van, hogy én kerestem az Úrat abban az időben, ahogy ez írva van, ó Úr Isten, te az, akire szükségem van, és akkor menjünk oda, és én imádkozom neked, és hadd lássam a jó földet. És az oka annak, hogy nekünk az áldással kell kezdjük, a Teremtő áldásával az, hogy mindez természetes, hogy két feltétele van annak, amikor az egyik személy a másiktól kér. Az első, hogy a másik rendelkezik azzal, amit én kérnék tőle, mint gazdagság, hatalom és tisztelet, mivel ő gazdag és hatékony. Második, hogy a másiknak egy kegyelmes szíve legyen, azaz, hogy az legyen a vágya, hogy jót cselekedhessen a másikkal. És egy ilyen szemétől nyilvánvalóan tudok valami szívességet kérni, ezért mondták azt, hogy a személynek mindig áldania kell a Teremtőt, dicsérni kell a Teremtőt, és utána imádkozni. Ez azt jelenti, hogy miután a személy hisz a Teremtő nagyságában, mindenfajta élvezeteket, hogy az mindenféle élvezeteket képes a teremtményeknek adni, és hogy ő valóban jót akar cselekedni, akkor értelmetlen azt mondani, vagyis bocsánat, akkor lehet csak azt mondani, hogy ő imádkozik a Teremtőnek, hogy a Teremtő bizonyosan segíteni fogja őt, hiszen a Teremtő adni akar, és a Teremtő már képes megadni neki mindazt, amit kíván és amit kér a Teremtőtől. Akkor az ima maga is magabiztos lehet, hogy a Teremtő bizonyosan megválaszolja majd ezt. Hasonlóan a barátok szeretete a gyülekezet kezdetén, amikor az emberek összegyűlnek, akkor a barátokat, a közösséget kell áldanom, dicsérnünk, és látnunk kell minden egyes barátnak a fontosságát. Amikor a mértékben mi magunkra vesszük a közösség nagyságát, elfogadjuk ezt, akkor a mértékben, amikor a mértékben a személy képes magasra értékelni ezt a közösséget,
akkor ebben a mértékben vagyunk képesek imádkozni, azaz, hogy mindenkinek meg kell vizsgálnia magát, és látnia kell, hogy mekkora erőfeszítést képes ő adni a közösség érdekében. Akkor, amikor a személy látja, hogy ő tehetetlen, hogy bármit tehessen a közösség érdekében, akkor már van helye az imájának. Akkor már van helye, hogy imádkozzon a Teremtőnek, hogy a Teremtő segítse őt, hogy neki vágyat és erőt adjon, hogy elkötelezhesse magát a mások szeretetében. És később az összes személynek már úgy kell viselkednie, mint a 18-as ima utolsó három szakaszában. Miután már imádkoztunk a Teremtő előtt, a Zohár azt mondja, hogy az utolsó három részében a 18-as imának a személynek köszönetet kell mondani, mint hogyha a Teremtő már megadta volna neki azt, amit kért tőle, és utána eltávozott. A barátok szeretetében ugyanígy, miután megvizsgáltuk magunkat, és megfogadtuk azt a tanácsot, hogy imádkoztunk, akkor úgy kell érezzük, mintha az imánk már a választ kapott volna, és boldognak kell lennünk a barátainkkal együtt, mint hogyha az összes barátok egy testé váltak volna. És ahogy a test azt akarja, hogy az összes testrésze jól érezze magát, mi ugyancsak azt akarjuk, hogy az összes barátaink jól érezzék magukat, miután mindannyian megkaptuk azt, amit kértünk. Az összes számítások után eljön a boldogság és a barátok szeretetének az ideje, és ebben az időben mindenkinek boldognak kell éreznie magát, mintha egy nagyon jó üzletet írt volna alá, pecsértelte volna le, mintha nagyon sok pénzhez jutott volna. És akkor az a szokás, hogy egy ilyen időben mindenki itt tartod a másiknak, és egy jót isznak a jól kötött üzlet örömére. Itt mindenkinek szüksége van arra, hogy a barátok is igyenek, és sütit egyenek, hiszen most mindenki boldoggá vált, és ő azt kívánja a barátainak, hogy barátai is jól érezzék magukat. Ennél fogva, amikor vége van a gyülekezetnek, akkor ez egy magas hangulatban, boldogságban kell, hogy történjen, amikor elbúcsúznak egymástól a végén. Ez követi azt, hogy ez a Tóra ideje és az ima ideje, ezt a során. A Tóra ideje az a teljesség, azaz amikor nincsen hiányosság. Ezt nevezzük úgy, hogy ez a jobb vonal, ahogy az írva van, és ez ő jobbján, a jobb kezében egy tüzes törvény volt, de az ima ideje az a bal vonal, hiszen a hiányosság helye az a hely, melynek korrekcióra van szükség. Ezt nevezzük úgy, hogy az edények a kelim korrekciója, tikun kelim, és a Tóra állapota a jobb, ott nincs helye a korrekciónak, mivel egy tökéletes állapot. Ezért van az, hogy a Tóra egy ajándéknak van nevezve, ahol szükség nélkül kapunk valamit. És szokás, hogy ajándékot adjunk valakinek, akit szeretünk. És az is szokás, hogy ne szeressük azt, aki hiányos, akiben valami hiba van. Ennél fogva a Tóra idején nincs helye annak, hogy korrekcióra gondoljuk, a korrekció gondolatára. Ennél fogva, amikor elhagyjuk a gyülekezetet, a 18-as utolsó három szakaszának állapotában kell lenni, hogy mindenki a teljességet érezze, köszönetet mondva azért, amit megkaptunk. Domi, most is a Huawei a jobb internet? Rav kérdezi kérdések. Ez egy kicsit akadoz. Oké, úgy látom, hogy nem annyira érthető számotokra, mondja Rav. Oké, tehát ez nagyon érdekes, mondja Rav. Először is azt mondja, hogy a 18-as ima az lényegében a folyamat, melyen keresztül kell, hogy menjünk, a Yeshivat Haverim során, a barátok találkozás során, hogy a barátok találkozás gyakorlatilag egy ima. Ez az első dolog. A második az, azt mondja, hogy itt nekünk meg kell vizsgálnunk azt, hogy a személynek milyen viszonya a csoporthoz, és ez ugyanaz, ahogyan ő a Teremtőhöz viszonyult. Tehát az én viszonyom a barátokhoz, a csoporthoz ugyanaz, viszonyom a Teremtőhöz.
mind a három hogyan kapcsolódik össze, hogyan fedjük fel a hiányosságot, és akkor hogyan dolgozunk ezzel a hiányossággal annak érdekében, hogy tovább lépjünk, hogy korrekciót okozzunk, és hogy magasra értékeljük ezt, és akkor a kérés helyett eljutunk egy hálódáshoz. És így tovább, és így tovább. Tehát ez valóban egy folyamat, amin keresztül megyünk. Tehát a Yeshivat Haverim, a barátok találkozója, az rendelkezik egy nagyon nyilvánvaló struktúrával, hogy mi a sorrendje, milyen sorrendnek kell lennie. Egy nagyon előre meghatározott sorrendel. Ez nem lehet egyszerűen, hogy csak találkozunk, ezt csináljuk, azt csináljuk, hogy bárki is beszervezte azt. Tehát nekünk egy nagyon pontos folyamaton kell keresztül menjünk, amit a kabbalisták meghatároztak, és elmegyelettek, hogy csak váltom az internetet. אנחנו באמת מגיעים לבניית הכלי. אז בוא אנחנו נציין לעצמנו איזה נקודות אנחנו צריכים לעבור בישיבת חברים, שזה ממש אנחנו כמו במערכה, נגיד בזמן המלחמה או באיזושהי עבודה אחרת, שהכל זה תוכנה שאנחנו צריכים לבצע. כן? És nekünk végre kell hajtanunk ezeket a cselekedeteket, mint egy háború alatt. Tehát itt a munka kezdete, a munka vége, és minden között annak érdekében, hogy eljussunk az elejétől a végéig. Tehát az összes cselekedetet, mint egy hadművelet során végre kell hajtanunk. Tehát olvassuk el még egyszer, és jegyezzük le, hogy mit kell csinálni. És utána beszélünk majd arról, hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban csinálni. Tehát, hogy például ma este a barátok találkozó, hogyan tudjuk ezt végrehajtani gyakorlatban. Oké, olvassuk megint. Tehát a gyülekezet sorrendje. A gyülekezet elején egy napi rendet kell felállítanunk. Mindenkinek beszélnie kell a közösség fontosságáról, mekkora mértékben csak lehet. Leírva azt a profitot, a nyereményt, melyet ez a közösség adhat neki. És a legfontosabb dolog az, hogy mi az, amiben reménykedik, amit megkaphat ebből a közösségből, amit egyedül képtelen elérni. És hogy mennyire magasra értékeli a közösséget ennek megfelelően. Ez olyan az, ahogy ezt a bölcseink írták. Rabbi Shamlai azt mondta, hogy a személynek állandóan áldania kell, dicsérni kell a teremtőt, és utána imádkozni. Minálan, mi Moshe. Honnan kaptuk ezt, honnan tudjuk ezt? Mózestől. Ahogy ez írva van, hogy én kerestem és dicsértem az utat abban az időben, ahogy ez írva van. Ó, Úr, Isten, Te az, aki ezt elkezdted, ahogy ez írva van. Hadd menjek oda, én imádkozom neked, hadd lássam a jó földet. És az oka annak, hogy nekünk egy áldással, dicsérettel kell kezdjük a folyamatot, hogy áldjuk a teremtőt, mivel az természetes, hogy két feltételre van szükség, amikor egy személy a másiktól kér valamit. Ez első, hogy az a másik rendelkezik azzal, amit én kérek tőle, mint gazdagság, erő és tisztelet, hiszen ő gazdag és képes cselekedni. Második, hogy egy kegyelmes szívvel rendelkezzen az a másik, azaz, hogy legyen egy olyan vágya, hogy ott cselekedjen másokkal. Akkor egy ilyen személytől már kérhetünk valami szívességet. Ezért van az, hogy azt mondták, hogy a személynek mindig áldania, dicsérnie kell teremtőt először, és utána imádkoznia. Ez azt jelenti, hogy miután a személy már hisz a teremtő nagyságában, azaz, hogy a teremtő rendelkezik mindenfajta élvezetekkel, amelyeket át akar adni a teremtményeknek, mivel ő jót akar cselekedni, akkor már érthető, hogy azt mondjuk, hogy ő imádkozik a teremtőnek, hogy a teremtő nyilvánvalóan segíti majd őt, hiszen a teremtő adakozni akkor a teremtő képes megadni neki mindazt, amit ő kíván. Akkor ugyanígy az ima már magabiztos lehet, hogy a teremtő azt meg fogja adni neki. Hasonlóan, a barátok szeretetével hasonlóan történik, azaz a gyülekezet legelején, amikor az emberek összegyűlnek, akkor áldaniuk kell egymást, áldanunk kell a barátokat, áldanunk kell minden egyes barátnak a fontosságát, és amikor a mértékben mi magunkra veszük a közösség nagyságát, amikor a mértékben képesek magasra értékelni a közösséget,
Ezt kell elmondjuk a többieknek, megkülönböztetjük őket, és akkor imádkozunk, azaz, hogy mindenkinek meg kell vizsgálni a saját magát, és látnia kell, hogy mekkora erőfeszítést képes ő adni a közösségnek. És akkor, amikor a személy látja, hogy ő erőtlen, hogy bármit is tegyen a közösség érdekében, akkor már megvan a helye, hogy imádkozom a Teremtőnek, hogy a Teremtő segítse őt, és megadja neki az erőt és a vágyat, hogy a mások szeretetével foglalkozzon. És ezek után mindenkinek úgy kell viselkednie, mint a 18-as ima utolsó három részében, azaz, hogy miután a személy imádkozott a Teremtő előtt, a Zohár azt mondja, hogy a 18-as ima utolsó három részében a személynek úgy kell gondolnia, mintha a Teremtő már megadta volna neki a kérését, és utána eltávozott. Ugyanezt történik a barátok szeretetével is. Miután a személy megvizsgálta saját magát, és követi a jó tanácsot, hogy imádkozik, arra kell gondolnunk, minthogyha az imánk már választ kapott volna, és boldognak kell lennünk a barátainkkal együtt, minthogyha az összes barátok egy testé váltak volna már. És ahogy a test azt kívánja, hogy az összes testrésze jól érezze magát, ugyanígy mi is azt akarjuk, hogy az összes barátaink jól érezzék magukat most. Ennél fogva, miután elvégeztük az összes számításokat, jön a boldogság ideje a barátok szeretetében, és abban az időben mindenkinek boldognak kell éreznie magát, mint ha egy hatalmas, nagyon profitáló üzletet írtuk volna alá, amely mindenkinek sok-sok pénzt hoz. És akkor szokásos az, hogy egy ilyen időszakban a barátok egymásnak italt adnak. Hasonlóan itt is mindenkinek biztosítani kell, hogy a barátok igyanak és tortát egyenek, mivel most mindenki boldoggá vált, és azt kívánja, hogy a barátai ugyancsak jól érezzék magukat. Ennél fogva, amikor az emberek szétválnak a közösség végén, ott mindenkinek egy magasztos, boldog állapotban kell távoznia. És ez követi azt, hogy először van a Tóra ideje, és utána az ima ideje. A Tóra ideje az a teljesség ideje, amikor nincsenek hiányosságok. Ezt nevezzük úgy, hogy a jobb vonal. Ahogy ez írva van, hogy az ő jobb kezében egy tüzes törvény volt. De az ima ideje az a bal vonal, azaz, hogy a hiányosság helye az a hely, mely korrekcióra szorul. Ezt nevezzük úgy, hogy az edények korrekciója a tikun kelim, de a Tóra állapot, amelyet a jobbnak nevezünk, ott nincs helye a korrekcióknak. Ezért van az, hogy a Tóra van úgy nevezve, hogy ajándék. És az szokásos, hogy a személy ajándékot adjon annak, akit szeret. És ez ugyancsak szokásos, hogy ne szeressük azt, akiben hiányok, aki hibás. Hiányok van a hibás. Ennél fogva a Tóra idején nincs helye annak, hogy korrekcióra gondoljuk. Ennél fogva, amikor elhagyjuk a gyülekezetet, az egy olyan állapotban kell lennie, mint a 18-as ima utolsó három részében, hogy mindenki teljességet érezzen. Окей, Вандеров, на. Халаким אנחנו צריכים לחלק ישיבת חברים. Минутен ли? Окей, tehát akkor hány részre oszhatjuk a ישיבת חברים a barátok találkozóját? Ki tudja nekem megválaszolni? Hány részre kell felosszuk a barátok találkozóját? Négy részre. És miért pont négyre? Lama le arba. Miért négy részre? Miért négy részre kell osszuk, kérdezi Rav? Praise of friends. Hát, hogy áldjuk a barátokat, mondja Lorenz New Yorkból. Tehát, hogy higgyünk a Teremtő nagyságában, meg a barátok nagyságában. Ez az, amit fordítják a Lorenzet. És mindenkinek meg kell vizsgálni, hogy mit képes adni a többieknek, annak érdekében, hogy eljussunk az üresség érzetéhez, hogy nem vagyunk képesek, hogy akkor képesek legyünk imádkozni a Teremtőnek, hogy kapjunk valamit, amit adhatunk a barátoknak.
És, mondja Röv, és a végén az utolsó állapot az, hogy magabiztosság és boldogság, mint hogyha már megkaptuk volna, amit kérünk. Oké, mondja Röv. Többé, kevésbé, oké. Igen, tehát két újabb állapot, a kritika, magamat kritizálom, hogy mekkora erőt voltam képesen a teremtődni, az önvizsgálat, ugye a téma kezdete, és később pedig beszéltük, hogy áldjuk a közösséget, áldjuk a teremtőt, hogy ezt elválasztjuk egymástól, és hogy megvizsgáljuk magunkat, önkritika, hogy mekkora erőt ön képesek adni a teremtőnek, és utána ima, tehát minthogyha már megkaptuk volna, amit akarunk, és utána boldogság, teljesség, hogy iszunk és tésztort eszünk. Oké, de milyen hiányossággal megyünk a barátok találkozójára a 18-as ima alapján? Mi az érdeke annak, hogy oda megyünk-e? Miért megyünk a közösséghez? Tehát van-e egy ilyen előzetes állapot, hogy egyáltalán miért megyünk a barátok találkozójára, kérdezi Rav az elején, a legelején? Itt azt mondja, hogy leellenőrizzük, hogy mit kaphatunk, hogy mi a profit, hogy mit kapunk abból, amit én egyedül képtelen vagyok elérni. Ezt is mondja a végén, hogy nagyon fontos, hogy állandóan a jobb vonalon menjünk, amikor együtt vagyunk, és ne nyissuk ki a bal vonalat, tehát hogy a jobb vonalon haladjunk. Igen, mondja Rav, tehát most már valahol a 7. 8. állapotban tartunk. Oké, tehát a közösség fontossága az... hogy mivel csak is a közösségen keresztül lehetünk képesek elérni a devekutat, az összeolvadást a teremtővel, és akkor azon keresztül, azon belül, és csak is egy ilyen módon. Csak is egy ilyen módon lehetünk képesek mindezt végrehajtani és elérni a célt. Nos, még? Na? Lorenz, tehát akkor ne érintsük meg a bal vonalat, tehát amikor belépünk, akkor a bal vonalról indulunk, és a jobb oldalon megyünk ki. Tehát, hogy hogyan menjünk, hogyha nem rendelkezünk a ballal, akkor igen, mondja Rav, igen. Igen, tehát, hogy mi a... Nem, mondja Rav. Hát az út mentén is állandóan érintjük a bal vonalat az út mentén. Tehát lehetetlen a bal vonal nélkül, hiszen akkor nincs ima. Az ima az a hiányosságból származik, mondja Rav. De mégis a magabiztossággal kell, hogy megkaphatjuk azt, amit akarunk. Tehát ugyan van bal vonal, de már magabiztosságunk van. Tehát anélkül, hogy felfedjük a hiányosságot, nem vagyunk képesek a teremtőhöz. Nyilvánvalóan nem tudunk elnyitni a teremtőhöz fordulni. Még a hiányosság is azért van, hogy köszönetet mutassunk neki valamit. Nem fajta imák vannak. Tehát a hiányosság az jön mindenek előtt persze. Tehát ha mindig a hiányosság jön először, mert anélkül nem is működünk, hiszen nincsen vágyunk, ami hagyjuk. Oké? Okay? Mi? Mit akarsz? Moszkva. Igen, Moszkva. Moszkva. Mondja Röv. Oké, két kérdésünk van, ami hasonló. Denis Szentpétervárosa, a holland csoportot. Hogyan emelhetjük a barátok gyülekezetének a fontosságát, mint egy felkészülésként? Hogyan tudjuk emelni? Denis Szentpétervel azt mondja, hogy évek óta nagyon sok barát egyszerűen nem jön a barátok találkozóra, és azt hiszik, hogy a lecke fontosabb, és egyszerűen kihagyják a jesivatáverimet. Nem, mondja Rav. Ez nem jelenti azt, hogy a lecke fontosabb, ez teljesen nem helyes. A lecke az akkor helyes, hogyha már helyesen készülünk fel a leckére, hogyha mi már helyesen készültünk a leckére. A lecke annak érdekében létezik, hogy a reformál a fény magunkra mondjuk, mert egyébként csak ez egy információ, mint egy egyetemünk, és mi megmaradunk, mint állatok, ahogy korábban voltunk, kivéve kicsit nagyobb a tudásunk, kicsit több okosságot gyűjtöttünk be, vagy intelligensebbek lettünk, vagy mit tudom, több érzést kaptunk, valami több adatot kaptunk, adatcsomagokat, aminek nincsen relevanciája ez a világhoz. Nem tudjuk felhasználni, teljesen haszontalan ebben a világban. Lehet, hogy mit tudom én, hogy valami misztikussá váljunk, vagy valami tézist írunk elő. A kabala bölcselet az egy gyakorlati tudomány. Az abszolút annak érdekében épült, hogy felfedjük a teremtőt, hogy elérjük a teremtőt, mivel a teremtő vágya az, hogy felfedesse magát a teremtményekben. Ez jelenti azt, hogy a jót akar cselekedni a teremtményével. Tehát egyszerűen a kabala bölcselet csak is erre épült, hogy felfedjük a teremtőt. És a teremtő felfedése csak is egy csoportban történhet,
A mennyen keresztül mi a saját megszedés iránt vágyunk felé emelkedünk, ami leválasztott minket a Teremtőhöz, vagy a reformáló fényből egy közös adakozási vágyat építünk, és amikor mértékben összekapcsoljuk magunkat, és közös adakozási iránti vágyunk megkülönben, abba beleütözik a felső fény, és felfedjük a Teremtőt a vágyunkon belül, közös vágyunkon belül. Ennél fog az egész tanulás, tehát közös visszavett fényt építünk, amely közvetlen fény beleöltözik. Tehát az egész tanulás arra szól, hogy a reformáló fény magunkra vonzunk, de az nem hatékony, nem lehet hatékony, hogyha a barátok már korábban nem jönnek, hogy felfedjék a gonoszt, hogy megismerjék, hogy milyen állapotban vannak, hogy mi az, amit korrigálni kell a tanuláson keresztül, mint Rabbi Simon tanulmányai, akik el akarták égetni egymást a lecke előtt. Nézzük meg, hogy micsoda gonosz felfedezése volt, és ez a szakadás létezett előtt közöttük is, de az rejtve volt, mert nem fették föl. Tehát a helyes felkészülésre fették föl ezt a gonoszt, és megértették, hogy milyen messze vannak egymást, hogy taszítják egymást, hogy a helyes állapotokat felfedték. Ugye a saját szintükön, ami már ugye nagyon magas szint volt, hogy a bal oldal egy ilyen iszonyatos erővel jelent meg, és így kezdték a leckét. Enélkül nincs értelme a leckének. A személy, aki eljön a leckére, és még mindig alszik, és továbbra alszik a lecke felében, és akkor néha hal valamit, vagy bologat, csúcsinál, mint hogyha ébre lenne. Ez teljesen értelmetlen, nincs értelme. Akkor lehet, hogy csak károsítja többieket, hogy ez megtörténik egyszer-kétszer, mivel fáradt, meg keményen dolgozott előző nap, és nem képes magán felemelkedni, oké, ez megtörténik. De lényegében minden a felkészülésen múlik, minden, csak is a felkészülésen múlik, mivel a lecke, az egy, ez egy hadművelet, az egy cselekedet, amikor magukra vonjuk a felső fényt, a körbevevő fényt, amely befolyásol minket, ami befolyásolja azt a hiányosságot, amit mi a lecke előtt felkészítettünk. Vagy esetleg a lecke során, hogyha még mindig keressük a hiányosságokat a közöttőgabbi kapcsolatban, és tovább, de egy hiányosság nélkül a lecke hatéktalan, hatástalan. És ugyanezt történik a Yeshivat Haverimre. Mit kell tegyünk már a Yeshivat Haverim előtt annak érdekében, hogy ez a Yeshivat Haverim, ez a gyülekezet, ez hatékony legyen. Hogy milyen hiányosságokat kell felfednünk, elérnünk már korábban. Hogy mi az, amit fel kell fednünk, hogyan kell összekapcsolni ezeket a hiányosságokat, hogy vajon valóban egy hiányban vagyunk, egy közös hiányban vagyunk, hogy megértjük azt, hogy mit kell elérjük, hogy miért gyűltünk itt össze. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez a legfontosabb dolog. Annak a haszna, hogy tanulunk, az csak is a helyes hiányosságtól függ. Tehát a haszna leckének a hiányosságtól függ. Ennél fogva a barátok találkozója fontosabb, mint a lecke, mivel az a lecke előtt történik, az megadja nekünk a vizsgálatot, a helyes vizsgálatot, hogy mi az, amit tennünk kell, mi az, amit el kell érnünk, hogyan, ezt hogyan kapcsolódik, hogy a közöttünk levő kapcsolatok, hogyan kell működni. És a lecke az csak elhozza a gyógymódot, a reformáló fényt. Tehát előtte már tudnunk kell, hogy szükségünk van a gyógyszerre. És ez a megvalósítás a hiányosságnak. A lecke az már a megvalósítás a hiányosság. Ez nyilvánvaló, nem? Mit akarsz? Kérdés. Oké, tehát a Yeshivat Haverim az egy felkészülés leckére, azt mondtad. Igen. Tehát akkor a lecke előtt, akkor egy hiányosságban kell lennünk. Akkor a Yeshivat Haverim az egy hiányossággal fejeződik be, de itt éppen az ellenkező. Ugye, nekünk teljességgel kell távozunk, akkor ez hogyan illik össze? Te a Yeshivat Haverimből úgy mész ki, minthogyha megkaptál volna, minthogyha, de még nem kaptad meg, de már megvan a magabiztosságot, hogy majd megkapod. Tehát nem azt jelenti, hogy már meg is kaptuk, hanem már hinnünk kell a Teremtőben, hogy majd megkapjuk. A közöttünk kapcsolatunk keresztül, hiszen a Teremtő, a felső fény teljesen nyugalomban van. Abban a pillanatban, hogy összekapcsolunk egymással, az már egy teljesen nyilvánvaló dolog, hogy majd megkapjuk. Tehát most már megvan ez a magabiztosságuk, hogy elköteleztük magunkat, egységben vagyunk, megvan a kapcsolat, az árvót, a kölcsönös garancia, a szövetséget aláírtuk, és akkor megyünk a boltba már ezzel a csekkel, hogy megvásároljuk, hogy elérjük az aktuális kapcsolat erejét.
hogy ezt már aktuálisan, tehát rögtön meg megkapjuk. Az ima nem hoz fényt, az csak felállít minket helyesen, mint hogy elrendezte minket a közöttünk levő viszonyban, a csoporton belül és a csoport kapcsolatát a Teremtővel. Ez az, amit elérünk, vagy amit előkészítünk a lecke felkészülése során, vagy a jésivatáron. Én, a csoport és a Teremtő. Izrael, Orajta, Kucsebrihu, Ahadu, egyet, mindegy. Tehát, hogy ez a helyes sorrend, helyesen felállítottuk, hogy hogyan akarjuk ezt megvalósítani, közöttük levő kapcsolatban, hogyan állítottuk fel ezt a kapcsolatot, képesek vagyunk, nem vagyunk képesek, nem értjük, vagy igen, és akkor reformál a fény megadja nekünk még az utolsó igazításokat, húz minket előre, és ezért le kell nullázzuk magunkat, fel kell adjuk magunkat, és össze kell kapcsolódnunk saját magunk fölött a többiekkel, és éreznünk kell, hogy már egy szívben vagyunk, és így tovább, és így tovább. Befejeztük a felkészülést, és boldogok vagyunk. Boldogok vagyunk, mint hogyha már megkaptunk volna mindent. A beteg, aki felfeküdt a műtőasztalra, mivel minden más, most már ugye közel megyünk a lecke, és a lecke majd elhozza nekünk a reformáló fényt, vagy a gyógyszert, vagy a műtétet, ahol már a lecke során megtartjuk egyrészt a hiányosságot, oké, tehát mi akarjuk, hogy a Teremtővel kapcsolatba kerüljünk, bármilyen szinten is tegyünk egyrésztről, másrésztről pedig már bizonyosak vagyunk, hogy a képességünkben megvan az, hogy ezt elérjük, és mindent megteszünk, amit meg kell tennünk, hogy elérjük. Oké, és akkor a második rész mit ad nekünk, hogy amikor mi bizonyosak vagyunk, magabiztosak vagyunk, akkor milyen cselekedetet kell tenni? A magabiztosság zoom megáll. Megadja nekünk az edényt, hogy a fénybe leöltözünk. A magabiztosság megadja nekünk az edényt, ebben fénybe leöltözik. Hogyan érjük ezt el? Létezik egy edény a vonzásra, és egy edény már a beöltöztetésre. Ez a két része, tehát ugye, mint a Pertúrban két rész van, a vonzás edénye, az az aviut, és a beöltözés edénye, ez pedig már a zakut, az a megtisztulás. Majd ezt megtanuljuk az edény és a fény közötti ellentétes viszonyról. Ez ugye kettő ellentétes. Ugye a hiányosság és a hálaadás, a kérés és a hálaadás. De mindkettőre szükség van, mert egyébként nincs parcuf. Ez az, hogy felkészítjük magunkat, hogy teljes parcuf, tehát fel kell készülni, legyen hiányosság és beteljesülés. Aktivizálnunk kell, és akkor működik. És akkor megtesszük majd ezt, megértjük, hogy milyen avitra van szükségünk, és mi az, hogy a zakut, az tisztesség, milyen fények öltöznek a tisztább részbe, azáltal, hogy dolgozunk a nyersebb résszel, ugye Gergetevene meg a hab, és akkor teljesen nyilvánvalóan majd érzékeljük mondjuk azt, hogy én az aviuttal dolgozom, hogy most a hármas szintű, vagy a négyes szinttel, és akkor a hármas szinttel, akkor a haja fénye, négyes szinttel, a jehide fénye, és így tovább. Tehát két rész az aviut és az akut. Nem létezhet az edény egyik része a másik nélkül. Akkor a rabás miért kezd a teljességgel, amikor összegyűlünk, a célfontosság, a teremtőnagyság, és akkor megint a hiányosság. Tehát akkor miért nem az aviuttal kezd? Én megmondom neked, mondja a kezdetben, a teljesség az miből áll? A teljesség miből áll? Az adakozónak, a teremtőnek a nagyságával kezdjük. Igen, a teremtőnagyságával kezdjük, mivel egyébként akkor nem tudunk hozzáfordulni, nem csak akkor fordulhatunk hozzá, hogyha már érezzük a magabiztosság érzetét, érezzük a fontosságot, hogy mivel rendelkezik, és hogy már rendelkezik egy jó szívvel egyrésztről. Másrésztről viszont, miután mi már rendelkezünk, hogy eljutottunk ehhez a megvalósításhoz, akkor mi történik? Igen, tehát akkor mi lesz velem? Én hol vagyok? Igen, igen, azaz, hogy te, mondja Rav, miután te már látszólag elérted az adakozónak a nagyságát, akkor most felfedezed a saját hiányosságodat. Ezek az aviut edényei a parcofon belül. És most, amikor egy kis fény bejutott, akkor elkezdjük felfedezni a nyerségeket. Mit kérdezed? Oké, tehát akkor készen állok az imára. Igen, készen állsz az imára. És akkor mit ad neked az ima? Te akkor korrigálod az aviutodat egy olyan módon, hogy rendelkezel a zakuttal, mint egy finomabb, tisztább erészel a parcukból, rendelkezel a vonzás edényeivel és az adakozás edényével, tehát az aviutból veszel valamit, egyet, hármat, négyes szinten, és akkor ennek megfelelően érzed az edényeidet, és akkor mi beléjük öltözik, az a nefes ruach nesemes egyehides, akkor már egy olyan helyzetben dolgozol, amikor formáló fény,
az jön és korrigál téged, és akkor a Teremtő megjelenik ezekben az edényekben, amik meg vannak ötöztetve a haszadimmal, amikor már képes vagy az Eviótra dolgozni, a reformáló fény segítségével, és akkor ennek eredményében érzed a zdakut, a tisztaságot, és akkor a beöltözés a tisztább edényekbe. Akkor te látszólag elvégzed ezt, nos, nem aktuálisan, de még mindig szándéka potenciálisan az imáddal, ahogy tervezed ezt, akkor már teljes magabiztosságodban képes leszel erre, és akkor elmész a leckére. Oké, tehát minthogyha azáltal, hogy felfedjük a hiányosságot, akkor ez még nem egy ima, vagy ez már az ima, kérdezi Jeppe. Te nem vagy képes, nem rendelkezel még egy teljes edényem, mondja, hanem csak egy kiszaronnal, egy hiányossággal. Tehát szüksége van az Aviutra és a Zakutra együtt. Hogyan tudom én ezt a közösségben elérni? Magabiztosság, mondja Rav. Ez nagyon egyszerűnek kell lennünk. Én még most is, amikor ezt magyarázzuk, én egyszerűen meg kell lennünk, és boldognak kell lennünk, hogy elkezdtük érinteni ezt a témát. De ez elég ahhoz, hogy tehát két részre van szüksége. Tehát egyszerre kettő dologra. Az egyik, az nem elég, hogy csak egy van, mert akkor csak megemészted magad, akkor vagy állat vagy, vagy angyal vagy. Hanem csak, amikor a kettő között kapcsolat van, akkor építed az embert, az állat és az angyal. Oké, tehát úgy tűnik nekem, hogy egyrészt a személy a végén ez nem rendelkezik sem a magabiztossággal, sem a hiányossággal. Tehát minthogyha ez nem lenne teljes. Hogyha te benne foglaltatod magad a csoportban, mondja Rav, akkor rendelkezel egy teljes hiányossággal és teljes magabiztossággal, és akkor a Teremtő végrehajtja a cselekedetet. Ez az, ahova el kell jussunk, és hivatalos igen. Egyrészt egy nagy hiányosságra, másképp a teljes magabiztossággal. Hogyha nem kapcsolsz a bálatokhoz helyesen, akkor nem rendelkezel se az Aviut, se az Zakut edényeivel. Tehát mind a kettőt a közösségtől kell megkapjuk. Oké, mondja Rav, nagyon jó, hogy ideig eljutottunk. Oké, mi már oly valamit megérintettünk, és úgy tűnik, hogy ez egyre komolyabb, egyre gyakorlatibb, és közelebb állunk a megvalósításhoz. Haladunk előre, mondja Rav boldog. Oké, tehát ebből az következik, hogy két imára van szükség. Amikor eljutunk a Yeshiva Taverimhoz, akkor először is már egy imában kell lennünk, és a Yeshiva Taverim során pedig egy újabb imát kezdünk képezni. Rav, minden egyes pillanatban az életed, minden egyes pillanatában egy imában kell lenni, és azt kell mondják, hogy imádkoznak el egész nap, de mindenfajta állapotokon mész keresztül, de minden egyes állapotban szükség van, hogy a felsőhöz fordulj, amivel teljesen a felsőtől függesz. A között a csoportban levő kapcsolat, a teremtővel való kapcsolat állandóan a teremtőtől függ minden. Hogyha a spiritualitásról beszélünk, a közösségen keresztül, a teremtő ez a kapcsolat állandó és állandóan megújuló imában levelünk, mint ahogy a mágnes fenntartja a vasdarabot, mert az imával hozzáfordulunk. Oké, tehát a gyülekezet előtt a személynek meg kell vizsgálni magát. Mi ez az ima, mely a Yeshiva Taverim előtt történt? Miért jöttem ide egyáltalán, miért jövök, mit akarok elérni, hogy milyen profitot várok a közösségből, ez már egy hiányosság, miért jövök a közösséghez, fel kell fedjem ezt a hiányosságot, hogy miért jöttem a gyülekezethez. Oké, mondja Roy, de ez a hiányosság, hogy kifele irányítom, ez a közösség fele, vagy a teremtő fele, vagy a hiányosság, a kezdeti hiányosság. A személy fele, mondja Rav, mit értesz ez a kérdezire? Oké, elmagyarázom. Tehát itt Rav belevág. Oké, tehát ez a közösség az a minta, vagy a sablon, amelyben én építem a kapcsolatom a teremtővel. Tehát a közösség, a sablon, amit felhasználok, hogy a teremtőhöz kapcsolatok. Roy, tehát miért kezdjük azzal, hogy áldjuk a közösséget, és hogy nem a teremtőt áldjuk? Tehát miért azzal kezdjük, hogy a közösséget? Mert még nem vagyok kapcsolatban a teremtővel, mondja Rav, akkor még nem vagyok kapcsolatban a teremtővel, csak a közösséggel. Minden, amit én a teremtőhöz akarok rendelni, azt először is a közösséget kell rendelni. A közösség a kapu. Nem az, hogy ez az ő feltétele. Mint a rabas cikkben is, hogy van az első emelet, meg a második emelet. Tehát a közösség az a rendszer, amelyen keresztül minden megjelenik. A teremtő az nincs külön a közösségtől vagy a rendszertől. Bo-u-re, jöjj és láss. A teremtő csak ott fedezett fel, a teremtő nem létezik sehol máshol. Ő el van rejtve, és ott van jelen állandóan. Közösségben van elrejtve, és ott jelenik meg. Oké, mondja Roy, tehát az ima, amivel jövök a barátok találkozára, az, hogy felkészítem az edényt, és a Yeshiva Taverim végén pedig már a teremtővel kapcsolatért imádkozom. Először is mondja Rav, imádkoznunk kell, hogy létrehozzuk a közösséget egymás között, hogy kapcsolatba kerülhessünk a teremtővel. Oké, tehát a kapcsolat közöttünk, ez az, amivel már jövünk, nem vagyunk?
Ehhez ugye csak imádkoznunk kell a Yeshiva Tavrim során? Minden, hogy áldjuk, dicsérjük a közösséget, imádkozunk. A közösség az edény, nem értem, mit kérdezel. Ez nem nyilvánvaló, hogy a tízes, az a tíz szfira, melyben én felfedezem az általános belső fényt, mely a teremtő? No? Következő. Add át neki a mikrofon. A Lorenz megint. Szeretnék adni neked egy nagyon szép definíciót az ima komponenseiről. És csak szeretném ezt újra átnézni, hogy biztos legyek benne. Tehát volt először a Hiszaron, a Zakut és a Bitachon. Hiszaron, Zakut és a Bitachon. Tehát a Hiszaron a hiány, a Zakut az a tisztaság, és a Bitachon az a magabiztosság. Bizonyosnak. Oké, tehát azt mondod, hogy kívül vagy mi? Zakut, tehát Rav nem értette a Lorenz Héber kiejtését. Oké, tehát mi? Tehát Hiszaron, hiányosság, Zakut, a tisztulás és a Bitachon. Tehát egy, nem csak szerette volna definiálni, de szeretném kérdezni a Zakutról és a Bitachonról szeretne kérdezni. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez nagyon viszonyul hozzá. A magabiztosság az az edény zakutján, a tisztaságán múlik, és a zakut az edény tisztasága, az pedig az edény javítján múlik, és az emberkán a reformáló fényen. És a reformáló fény pedig azon múlik, hogy mekkora támogatást kapunk a közösségtől. Ez az, hogy működik. Minden összefog. Tehát a zakut, amelyből a Bitachon épül, kérdezi Lorenz, ha jól értettem, tehát hogy a tisztaságból épül a magabiztosság? Erre morog. Nem, én nem hiszem, Mangyarev, én ezt nem tudok erre ilyen választ adni, Mangyarev, mivel ez még további vizsgálatokat szükségeltet, ez egy hosszú magyarázatra szorulna, Mangyarev. Annyit tudok neked mondani, hogy nos, mondjuk úgy, a zakut, a tisztesség, az edénynek a tisztessége megadja neked a magabiztosság, oké, de most nem akarok mélyebbre merülni ebben, mondja rá, tehát az Lakuntól függ a Bitachon. Vlad, tehát a személy egy hiányossággal jön a barátok találkozóra, egy vágyjal jön, hogy képes elérni fontos értékeket, amit egyedül nem képes elérni, ugye? Tehát ezzel kezdődik. Rav, igen, amit ő egyedül nem képes elérni, semmit nem képes egyedül elérni, ez a hibátok. Azt hittétek, hogy ti egyedül képesek vagytok bármit csinálni, egyedül semmit nem vagyunk. Azt mondtam, oké, majd egyedül ezt megcsinálok, és csinálok valamit egyedül, és majd elérek valamit. Vagy én tanulok valamit a tesztből, vagy olvasok egy cikket, és akkor már valamit elég, semmi nem segít, semmi nem történik egészen addig, ameddig nem próbáld ezt megvalósítani a közösségen belül. Vlad. Oké, akkor ebből az következik, hogy a Yeshiva Havarimnek a sorrendje, tehát a gyülekezet sorrendje, akkor mi történjen a gyülekezetben, hogy ez az egész hiányosság ez megtörténjen. Tehát akkor mit kell tegyünk? Akkor mi történjen Yeshiva Havarim sem? Kapcsolat mindjára. Oké, de minek köszönhetően akkor kell valami más? Az erőfeszítésénk eredményeképpen, amikor megértjük, hogy mennyire tökkel kapcsolódjunk, és a körbevő fényben korrigálja a kapcsolatot, mi megmutatjuk a hiányosságot erre, mivel anélkül nem leszünk képesek ott a kapcsolatni, és a kapcsolat nélkül nem leszünk képesek felfedni a teremtőt annak érdekében, hogy neki elégedettséget adjunk, és hogyha mi egy ilyen módon mi felfegyezzük magunkat egy vágyjal a kapcsolatra, akkor megtesztük és elérjük, amit elérünk a Yeshiva Tavrim során. Csak többét majd elérjük a reformáló fény segítségével a Tóra segítségével a lecke során. És a Yeshiva Tavrim során ez ugyancsak vágyott, hogy olvassunk valamit a kabbalisták írásából, a forrásokból. Itt és ott, hogy olvassunk apró részleteket, nem kell semmi hosszat, de valamit, ami emlékezett minket a forrásokról. Oké, tehát amit mi most csinálunk a Yeshiva Tavrim során, ahogy amikor mindenki jön, én nem tudom, hogy mit csináltak, mondjára, én nem tudom, hogy ti mit csináltak. Nektek meg kell vizsgálnotok ezt, és el kell döntenetek, és új döntéseket kell hozzatok a Yeshiva Tavrim kapcsolatban. Hogyha még nem éreztek sikert, bár mi hatalmas erőfeszítést teszünk az összes aktivitásunkban, de hogy még mindig nem éreztek sikert, akkor figyeljetek oda a legfontosabb dologra. Ott az, ahol a csap az, ami még le van zárva, és nem nyitottátok ki a csapot. Oké, következő. Mikrofon. Rossz kérdés, várjuk a fordítást. Tehát sajnos a csoport egyik része a világcsoportban még nem érzik a fontosságát, és hívatávérnek, hogy nem jönnek. Akkor mit csináljuk, mondja Röv?
Én remélem, hogy ma ezen a vizsgálaton keresztül majd elmagyarázzátok mindenkinek, hogy mennyire fontos Yeshivat Haverim, hogy mennyire szükséges ez. Ma este, amikor lesz a Yeshivat Haverim barátok találkozója, ami valami feljavított, vagy előrehaladottabb, vagy jobban megvizsgált, és mindenki majd látja a különbséget, és a hangsúlyt, amit különböző dolgokra helyeztek, és akkor ennek megfelelően majd ők is képesek lesznek közelebb kerülni a kapcsolathoz. Mi folytathatjuk, hogy a tanulunk így akár 20-30 évig, teljesen mindegy. Mindeddig, ameddig én élek, addig tanítalak titeket, de én nem tehetek semmit helyettetek, ezt nektek kell elérnetek. Néztek engem, hogy mikor nyitod meg a mennyeket számunkra. De én nem tudom nektek megnyitni a mennyeket, én csak egy edző vagyok, én csak egy segítő vagyok. Én állandóan mondom ezt nektek, én ezt ismétlem nektek, én csak egy segítő vagyok, mint egy edző, de nektek kell átfutni a célvonalon. Ezért van az, hogy ez megmarad így az összes kabbalisták óta. Nézd meg, hogy mi történt az Ari után, csak a Haim Vital maradt meg az Ari tanítványai közül, Balaszulam tanítványaiból csak a Rabas maradt meg. Nézzétek meg, hiába voltak mind elérésben. Az, aki belép, az belép, aki nem lép be, az nem lép be. De ma a csoport az egy döntő, döntő fontosságú dolog. A csoporton múlik minden. A kérdés folytatódik. Én nekem is van egy javaslatom ezzel kapcsolatban, mondja a srác, hogy tehát mi megpróbáljuk ezeket a tízes feladatokat, ugye az ügyeletes tízesek. Oké, várja, mondja Rav. Amikor az Izrael tízesei, meg a világcsoport az érzi, hogy együtt csinálják ezt az ügyeletet. Én megértem, mondja Rav. Tehát nekünk fel kell használnunk ezeket a feladatokat, hogy felkészüljünk közösen, tízes innen, tízes onnan. Én nem beszélek most erről, ez a ti munkátok, mondja Rav, hogy mind keresztül hogyan tudjátok ezt megtenni. Mi most az alapokon mentünk keresztül, hogy felkészítsünk titeket, hogy a spirituális sikeretek mind múlik. Ennyi. Ezt hogyan hajtjátok meg végre? A feladatok, a konyha, hogy csináltok valamit, összetörtök valamit, újraépítetek valamit, ez már nem érdekel engem. Hogy menjünk megint a sivatagba, mit tudom én, amit akartok, ez nem számít. Ti döntitek el, hogy mit csináljunk annak érdekében, hogy felrázzuk a Yeshivat Haverimnek a lényegét, ahogy azt beszéltünk az étkezésről tegnap, hogy ezek azok a cselekedetek a Kabbala bölcseletében, amelyek nélkül nem éritek el a célt. Ez az, ahogy fel vagyunk építve, ez az, ahogy a Teremtő építette a világot, és ezekkel az eszközökkel képesek vagyunk felfedni a Teremtőt. Ennyi pont. Ennyi nem az, hogy nekem ez tetszik, vagy nem tetszik. Istennek hála minden le van írva, mert egyébként azt mondanátok, hogy oké, ez a Lightmannak megvannak ezek a hülyeségek, amiket elmondanak neked. Szerencsére ez mind benne van a forrásokban. Oké. Itt írja a kezdetben, hogy a kezdetben minden egyes személy mekkormértékben képes beszéljen a gyülekezet fontosságáról. Oké. Tehát mindenkinek fizikailag beszélnie kell, vagy pedig itt egy belső beszédről beszél? Nem, mondja Rav, beszélnie kell. Segíteni kell egymást, meg kell nyissuk a barátok szívét, de nem ilyen formális módon, hanem egy érzelmi módon, hogy mindenki nyugodt, és olvasunk valami idézeteket, mint ahogy ezt mondja. Én azt akarom, hogy a szavakon keresztül, egy pár szón keresztül, én azt akarom, hogy a barátok érezzék a változásokat a szíveikben, tehát hogy megnyissuk egymás szívét ezeken a szavakon keresztül, ez valóban így van. Ez az, amit el akarok érni. Én azt akarom, hogy érezzék ezt a csípést a szívükben, hogy a szívük megnyílik a szavaimon keresztül, a szavaim által, hogy mint hogy egy fúróval behatoltam volna a szívükbe, és hogy ezt nem érem el, hogy ezt nem vagyok képes elérni, ez az én problémám. Nem voltam képes megnyitni. Lehetséges, hogy ezt mindenki, vannak olyan szavakat, amiket ívünk, ismerünk kívülről, ugye ezeket az idegeket hányszor elolvastuk, már ismerjük őket kívülről, de én ezt egy olyan érzéssel mondom nekik, hogy abba hagyják, hogy nem kapnak levegőt, hogy egyszerűen, mint hogyha megfulladnának, hogy rám néznek, bár a szavak ismertek, de mégis olyan érzelmeket adtam át, hogy megáll a szív. Kérdés. Eltűnt az angol fordító háttérben.
Bocsánat, de rosszul hangják a hangot, nem hallom az angol fordítót. Tehát a dalok, tehát hogy olvassuk a forrásokból, oké, visszajött a fordító, tehát olvassunk forrásokat. Raf, egy ölelkezés, egy éneklünk, ölelkezés, éneklés, táncolás, mindenfajta dolgok, tehát egy iszunk, hogy együtt dolgozunk. Vannak különböző eszközök, különböző cselekedetek. Lehet, hogy építenünk kell egy Pészach, hogy a kosher legyen egy sütő a Pészachra, bár ez egy hatalmas káosz, ahogy ezt annak idején rabban segítettek, hogy emberek sorai vannak, és mindenfajta munkát végeznek, hogy új sütőket építsünk a Pészachra, ami teljesen kosher. Tehát valami más, mit tudom, tehát hogy valami családjunk, közös cselekedeteket, amit csináltunk. Tehát nekünk szükségünk van valami munkára, mit tudom én, hogy az épületet fejjel lefelé fordítsuk, vagy mit tudom én, hogy mind a 300 ember ezzel kezdje széttörni a falakat, és hogy lemossuk az épületet a pincéig, tudom én. Tehát valamire szükségünk van, ami felrázza az embereket, olyan fizikai munka, vagy fizikai munkát végezzünk, hogy szükség van arra, hogy ugye a rabas idején oké, nem az, hogy sokszor, de Pészach előtt egy hatalmas káosz volt, egy hónapig óriási káosz volt, fel alá rohangáltunk, és mindenki pittük fizikai munkát. És a más ünnepek előtt is, a szukot előtt is, ugye a szuka építése, a szent sátor építése, az nagyon különleges volt, abszolút precízen kellett felépíteni a Balaszulam szabály alapján. És egyszer egy hónapban, a hónap kezdetén volt a Rosh Chodesh étkezés, ez egy nagy fesztivál volt a hónap első étkezése, amikor az új hónap be van jelentve. Ez egy nagy esemény volt. De ez mind egy belsőség, ez a belső, hogy miért is végzem ezeket a fizikai cselekedeteket, miért jöttem erre a ceremóniára, hogy ez még egy ceremónia, mint egy ilyen karácsonyi office party, vagy valami maszkot veszek föl, vagy csak mosolyt erőltetek az arcomra, és közben ugye, mint egy mosolygó maszkot tesztek az arcomra. Oké, esetleg eljutottunk egy ilyen időszakba, amikor már dolgoznunk kell ezen, de ez jó ez, hogy csináljunk ilyeneket, mondja Röv. Ez egy jó jel, hogy ezeket akarjuk már. Hogyha mi ezt komolyan veszük és komolyan csináljuk, akkor nincs más, amit tennünk kell. Mivel ezen keresztül a felfedés már ott áll előttünk, amit folytatja. Oké, tehát akkor a leckével szemben a leck, ami egy fix dolog, amit ugye nem sétálgathatunk, vagy nem változtathatjuk meg. És már évek óta jövünk, minden ugyanaz külsőleg, csak egy belső felújulás van. Egy esivat haverim során mindig megpróbáljunk valami újat csinálni. Ez helyes, vagy pedig maradjunk meg ugyanabban a formában, és ott is inkább belsőleg akarunk felújulni. Mert egyébként akkor nem érzitek, hogy valami új van a Yeshiva Tavarimben. Ezért van az, hogy a barátokat nem érdekli, és elmennek. Én nekem nincs semmim, jövök, itt ülök, és ugyanazokat a szavakat hallom, hogy ezeket az arcokat látom, ezeket a ilyen cselekedeteket, még azért jövök, hogy kávét tegyek, meg sütit tegyek, ezért jöttem. Ezt otthon is megkapom, hogy akarom, és amúgy is nincs szükségem, akkor minek öljek. A rabás az nagyon precíz volt, nagyon szigorú volt ezzel kapcsolatban. Nem több, mint egy csésze kávé vagy tea, nem több, mint egy kis sütike, és a legegyszerűbb süti valami cracker, valami, ezek olyan sütik voltak, valami száraz, nem tudom micsoda, mint egy csokoládé darabkák benne, egyszerűen gusztustalan volt, mondja, mindig ilyen hányingerem volt tőle, mondja. A legolcsóbb süti, valami csokoládé Bnei-Barakban, amit lehetett kapni. Lehet, hogy máshol valami jobbat lehetett kapni, de ott a ortodox közösségben legusztusabb csak is süti volt. És ő, a rabás, ez nagyon szigorú volt, semmi más, semmi több. Oké, néha, hogyha az valakinek a születésnapja volt, mit tudom én, akkor kerestünk valami okot, valami apropót, hogy valami jobbat tegyünk, de ez az, ami történt. Oké, tehát akkor a kérdésem az, tehát hogy van valami nyilvánvaló folyamat, amit a kabbalisták meghatároztak nekünk, hogy hogyan kell ennek történni. Igen, mondja. Oké, tehát akkor megmaradjunk ugyanabban a formában, hogy a felállította. Igen, mondja. Igen. Most, ezek olyan dolgok, amelyeket még nem ismeritek, ennek a belsőségét ezeknek a dolgoknak. Megérted? Én nem tudom, én sem.
Én csak nem tudom, hogy mit aktivizálok ez, hogyha ez így történik, vagy sem. Én egyszerűen nem tudom, hogy mit aktivizálok, mint a kisbaba, aki megnyomja a gombot a falon, és nem tudja, hogy mit indított be vele. Ezért van az, hogy nekünk csak fogadnunk kell, ez a bölcsekbe vetett hit. Én nem beszélek az öltözetről, meg más dolgokról mondja le, hanem, hogy megtartjuk, hogy mik a frissítők. Egyszerű, és hogy mit kell tegyünk. Ez egy kötelező, ennyi. Lehet étkezés, de az külön van a Yeshivat Haverimtől, ne zavarjuk össze az egyiket a másikkal. Van egy étkezés, befejeztük az étkezést, mindent megtisztítunk, és utána Yeshivat Haverim, tehát a kettőt ne keverjük össze. A kettőnek különböző formája van, különböző funkciója van. Oké, az egyik a másik után, amit, és a dózisra vonatkozólag azt mondtad, hogy Yeshivat Haverim, és írva van, hogy a bal, a jobb, a kritika, és az áldás. Tehát, hogy mekkora mértékre van szükség mindkettőre a Yeshivat Haverim során. Rav. Ezt meg kell vizsgáltok annak alapján, hogy ezt megértitek, hogy hogyan értitek ezt a cikket, a gyülekezetnek a napi rendjét. Oké, Moszkva, akartok valamit? Szeretnénk azt mondani, hogy ma az ügyeletben velünk van az Asztanai csoport Kazaksztánból, és kérik, hogy magyarázd el nekünk, hogy Susanszból jött három barát, akik 300 kilométerre vannak Asztanából, és kivették ezt a napot munkából, és az egyik kéri, hogy valaki helyettesítse a munkán, és csak egy napra jött, hogy részt vegyen ebben az ügyeletben, és szeretné átadni ennek a cselekedetnek a fontosságot. Nagyszerű mondja, én láttam a csoportot, hogy hirtelen a 5 ember csoportja földúzott. Igen, nagyszerű Asztana, hogy oké, még egy kérdés, Moszkva? Van valami kérdésetek? Van egy pár technikai kérdése, Yeshivat Haverimre vonatkozólag, hogy röviden, hogyan is... Tehát, hogy vajon egy nagyon szintiszta napirend legyen, hogy nagyon nyilvánvaló legyen, hogy mi a sorrend, a gyülekezet a napirendje, igen, mondjára. Nektek tudnotok kell, hogy mi a napirend, a sorrend, mit csinálunk, és ennek előre ismertnek kell lenni, ezt hirdetni kell, a csoportoknak el kell küldeni, hogy lássuk, hogy a csoportok összegyűjjenek, és hogy el akarják olvasni, mi van a napirendben. Tehát ezzel nem lehet segíteni. Ez a gyereknevelésnek a fájdalma. El kell küldjük minden egyes csoportnak, és minden egyes személynek el kell küldjük. Mindenki láthassa, világ, minden emberinek el kell küldjük, majd a világcsoport. Hogy itt a gyülekezet ettől eddig, és hogy mi lesz a napirenden, hogy mi az, amit várunk, és itt a számtalan oldalon keresztül, hogy mi ezt elolvassuk, és akkor rendelkezünk mind a gyakorlati és az érzelmi felkészüléssel. Oké, következő. Moszkva. Tehát, bár létezik a gyülekezet a napirendje, ugye van egy ilyen cikk, tehát esetleg akkor legyen egy sorrend. 1, 2, 3, hogy mit kell csinálni, mert ez nem annyira nyilvánvaló, hogy mit kell csinálnom. Oké, tehát vannak más cikkek is, akkor elolvassuk majd azokat, és akkor elrendezzük azokat. Oké. Még valami? Oké, még egy kérdés, hogy milyen cselekedet, ez Pása Moszkvából kérdezi, hogy milyen cselekedeteket kell tennünk azon túl, hogy frissítőt adunk a barátoknak, tehát mi más csináljunk. Én nem tudom, mondjára, hogy mi más kell csinálni. Az egyetlen dolog, amit tudok, hogy neked egy edényt kell nyújtsál, amire készen áll a korrekcióra, és akkor a felső fény megjelenik a kapcsolatban. Nincs más. Létre kell hozzuk az edényt a felfedést. Ennyi. Hogy mutassatok be egy edényt, mely össze akar kapcsolódni, és akkor a felső fény ennek a vágynak alapján korrigálja őket, összekapcsolja őket, és akkor a teremtő megjelenik benne. Ennyi. Ez az egénynek a lényege. Napirend, ez legyen benne, meg hogy mit csinálunk, hogy oké, olvassátok el, de ez nagyon egyszerű alapelv.